Mit jelent a Comenius program a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskolának? Ezúttal ők voltak a vendéglátók. A Comenius program középiskolásoknak szól, és elsősorban közismereti tantárgyakra, illetve történelmi dolgokra vonatkozik, amilyen az oktatás történettel foglalkozik. 7 ország vesz részt benne: Románia, Bulgária, Törökország, Németország, Lengyelország, Anglia és mi. Milyen programra készülnek most? Hát nagyon büszkék vagyunk, hogy most mi vagyunk a vendéglátók. Eddig Romániában, illetve Bulgáriában voltak a gyerekeink. Az első nap programja az iskolában lesz, prezentációt mutat be valamennyi nemzet diákjai, mégpedig az oktatás módszerei területén. A holnapi nap folyamán meglátogatjuk a Fővárosi Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Intézetet, ahol előadást hallgatnak ebben a témakörben, délután városnézés lesz. Következő nap pedig délelőtt meglátogatjuk az operát, délután a parlamentet, szintén az iskolatörténet vonatkozásában szombaton a cél Pannonhalma és Győr. Megnézzük a galériát, valamint még egyéb ilyen nevezetességeket vasárnap. Hétfőn a polgármester úr Csepelen fogadást ad a tiszteletükre, és átadja a diplomát, és kedden pedig hazautaznak. Ez a program. Hány vendég érkezett hozzánk? 26-an vannak a 6 országból, általában 2 tanár és 2 diák, de van, ahol 3 diák van. Ha lehet erről ilyen korán nyilatkozni, milyen benyomásokat szereztek eddig? Hát nekünk azért már tapasztalatunk van cserekapcsolatokból több éves, elsősorban német, de hát angolokkal is, Leonardo programban is benne vagyunk. Benne vagyunk a TÁMO program keretében, és csináltunk ugye most Comeniust. Hát vegyes, vegyes, de az biztos, hogy a gyerekek nyelvtanulása szempontjából nagyon jó dolog, a mieink nagyon készülnek rá, ilyen lehetőséget nem szabad kihagyni. Hol lesz a következő állomás? Következő állomás Lengyelország. Hát azt még úgy megemlítem, hogy senki nem csodálkozik róla, vagy rajta, hogy a lengyel-magyar barátság az kezdetektől fogva él. Igazán a mi gyerekeink legelőször és legmélyebb baráti kapcsolatban a lengyelekkel kerültek, de a románokkal, a bolgárokkal is, úgyhogy alakul ez. Mit jelent a kerület számára egy nemzetközi diákcsere program? Nagyon örültünk, hogy külföldi gyerekeket láthatunk vendégül. Örömmel vettük tehát az ő érkezésüket, és remélem, hogy a számukra nyújtott egyhetes programban mindenki megtalálta azt, amit szeretett volna. Hát ez egy részből szakmai programból, tehát oktatási programokról ismerkedtek meg a diákok, tanárok, illetve Budapest és Magyarország nevezetességeivel. Ön milyen benyomásokat szerzett? Rövid idő állt rendelkezésre arra, hogy benyomást szerezek, de most nagyon remélem, hogy a kötetlen beszélgetésben a külföldi fiatalok elmondják, hogy a számukra Magyarország mely területe nyújtotta a legnagyobb élmény. Mit profitál a kerület egy ilyen programból? Nagyon örülünk a határon túli magyarsággal való kapcsolatfelvételnek, hiszen a kormány programban is szerepel ennek a kiszélesítése. Önkormányzatunk a januári képviselőtestületi ülésen határozatot hozott, amelyben támogatjuk a határon túlra történő iskolai kirándulásokat is.